település részek, Miklósfa, Kiskanizsa és Palin település részek ökoiskoláinak 5. találkozója. 5. alkalommal találkozunk, és én azt tapasztaltam korábban vendégként és most házigazdaként, hogy ti gyerekek mindig lelkesen készültök erre az eseményre, szinte átérzitek ennek a rendezvénynek a fontosságát. Sokat halljuk ezeket a kifejezéseket manapság, hogy fenntartható fejlődés, környezettudatos magatartás. Nyilván azért beszélnek felnőttek és gyerekek is erről sokat, mert a téma nagyon fontos. Én mindig más intézmény adott helyszínt a rendezvénynek. Az első 3 alkalommal a Miklósfai Általános Iskola, utána Kiskanizsa és most 5. alkalommal a Palin Általános Iskola. Mi azt gondoljuk, pedagógusok és azok a támogatók is, akiket felkértünk a mai esemény támogatására, hogy fontosak ezek a kampányrendezvények, mert ráirányítják a téma fontosságára a figyelmet. De az is nagyon fontos, ami a szürke hétköznapokon történik. Mi azt gondoljuk, hogy a családdal együtt nevelve, mert a család szerepét is fontos hangsúlyozni, a családdal együtt nevelve a mindennapok során tudtok majd olyan felnőttekké válni, akiknek számára fontos a fenntartható fejlődés, és akik környezettudatosan élik az életüket. Amiről már lehet hallgatni, az minimális, ami, vagy gyakorlatilag nulla.
ami az üvegházhatást is, ezt a nemzetet a globális felmelegítést okozza. Hol találkozhatunk víz erőművekkel? Erőműveket találhatunk például nagyobb folyótavak közelében, Magyarország Tiszalökön, Kiskörén, található ilyen magasabb tengerszint feletti létesítményekben, és ilyen duzzasztó gázokkal hűtik fel a vizet, és ebből csinálnak elektromos áramot.